Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, ha pedig új vagy, akkor szia, én Eszti vagyok. Ebben a mai videóban olyan kifejezéseket és szavakat fogunk megnézni, amelyek kicsit a szlengesebb kategóriába tartoznak, nem az összes ilyen nagyon szleng, de mindenképpen a hétköznapi amerikai beszéd részét képezik azért, mert erre érkezett a legtöbb kérdés itt, YouTube komment formájában, vagy éppen az Instagramon is ezt kértétek. Valamiért nagyon kíváncsiak vagytok erre, és ugye tudom, hogy otthon is népszerűek ezek az amerikai filmek, sorozatok, tévésok, valóságsok, amelyeket sokan ugye pont nyelvtanulás céljából néztek, vagy csak azért, mert nem elérhetőek magyarul. Szóval lesznek olyan kifejezések, amelyeket esetleg már hallottatok, vagy ezután a videó után majd könnyebben felismertek, és tudni fogjátok, hogy mit jelent. Mielőtt belekezdünk a videóba, szeretnék gyorsan tisztázni valamit, csak azért, hogy már most el tud dönteni, hogy ez neked való-e vagy sem. Ez a videó nem arról fog szólni, hogy bemutassam, hogyan kell ezeket a kifejezéseket tökéletes amerikai angollal kiejteni. Hogyha te erre vagy kíváncsi, akkor erre nagyon sok videó van a YouTube-on, csak írd be a keresőbe, hogy American Slang Words, American Slang Phrases. Ez a videó arra fog koncentrálni, hogy nagyjából megnézzük, ezek mit jelentenek magyarul, mert nagyon sokan vagyunk, akik csak szimplán nem vagyunk olyan szinten, hogy elejétől végig tudjunk nézni egy angol videót, de azért kíváncsiak lennénk, hogy ezek mit akarnak mondani. Éppen ezért az olyan kommenteket törölni fogom, mert már nincs türelmem hozzá, amelyek arra irányulnak, hogy már pedig nekem nem is amerikai angol a kiejtésem, hogy nem tökéletes, nincs amerikai akcentusom, és hogy aki mondjuk itt született, ezt hallja. Na most tegyük tisztába a dolgokat, 23 évesen jöttem ide, nyilvánvalóan, hogy soha nem lesz tökéletes amerikai akcentusom, úgyhogy lépjünk tovább ezen a kiejtés, meg ezen az akcentus dolgon, mert hogyha te arra vagy kíváncsi, hogy ez hogy hangzik egy amerikai anyanyelvű szájából, arra megvannak a források. Én abban szeretnék segíteni, hogy kezdő nyelvtanulók is egy képet kapjanak arról, hogy ezek mit jelentenek, és mivel kértétek, hogy írjam ki a képernyőre ezeket angolul, ezért ez így fog történni, hogy segítsem a dolgotokat, úgyhogy kezdjünk is neki. Az első ilyen dolog, amelyet megnézzünk, hogy mennyiféle változat van arra, hogy kifejezzük, hogy vagy, mi újság. A how are you kérdés szerintem egyike az ilyen funkcionális mondatoknak, amelyet még a legelején megtanulunk, amikor angol tanulásra adjuk a fejünket, de ezen kívül még létezik az, hogy how are you doing, amely ugye a Joey híres szlogenjéből szerintem elég népszerű, ugye a Jó barátokban ez valahogy úgy hangzott, nyilván nem leszek Joey, de ez a how you doing, ugye el van harapva, nincs kiejtve az, hogy how are you doing, hanem csak úgy mondja, hogy how you doing. Aztán ezen kívül még van egy olyan is, hogy what's up, tehát ez a mizu, mi újságnak felel meg. Aztán szoktak olyat is mondani, hogy what are you up to, mit csinálsz, mi újság. Ezt is el szokták harapni, tehát sokszor úgy lehet inkább hallani, hogy what you up to, nem ejtik ki azt, hogy what are you up to, csak azt, hogy what you up to. És aztán még létezik olyan is, amikor azt mondják, hogy how is it going, ugyancsak azt jelenti, hogy mi újság, hogy vagy. És még azt is szokták használni, hogy what's going on. Na most ez azért érdekes, mert mi a what's going on-ra legtöbbször csak azt a fordítást ismerjük, hogy mi folyik, what's going on. De simán elképzelhető egy olyan szituáció, hogy összetalálkozol valakivel, és azt mondod, hogy hey, what's going on? Kb. Így szoktam itt hallani, hogy na hello, mi újság? És akkor van még egy olyan, amit egy korábbi videóban említettem, ez pedig a how have you been? Ott már egy present perfect-et kiszúrhat a leleményes angol tanuló, mert ott már arra vagyunk kíváncsiak, annyival jelent többet azon felül, hogy how are you, hogy a how have you been arra utal, hogy hogy vagy, mi történt veled azóta, hogy nem találkoztunk. Ezért van present perfect. Akkor muszáj szót ejtenem arról, hogy like. Ezt is többen kérdeztétek, hogy miért beszélnek itt úgy az emberek, hogy egy mondatban van 6 like, és hogy mit jelent. Na most semmit nem jelent. A like az egy filler ebben az esetben. Ugye a like-ot mi ismerjük úgy, hogy szeretünk, kedvelünk valamit, ez a Facebook miatt talán ismerős, vagy azt is jelenti, hogy mint, tehát hogyha azt mondjuk, hogy like this, mint ez. Ebben az esetben viszont az ég egyet a világon semmit nem jelent, és azt is szeretném tisztázni, hogy ha valaki úgy beszél, hogy nagyon sok like-ot mond egy mondatban, az itt elég bugyutának hangzik, ilyen kis tinédzseresen, mint hogyha tini lányok beszélgetnének egymással, szóval ezt próbáljuk meg nem megtanulni, még akkor is, hogyha attól függően, hogy milyen amerikai angol nyelvű tartalmat néztek, bizony ezt sokszor hall
halljátok. Tehát ezt úgy képzeljétek el, mintha valaki így elkezdené mondani, hogy yes, and we went to the concert, and it was like a lot of people, and the whole stage was like, it was like huge, and my friend was like, oh, hey, let's take some selfies, and we were like taking these photos, and everybody was like looking at us. Szóval, halljátok, nyilván most rájátszottam, enyhén szólva így. Ez a like, hogyha itt túl sokat van használva, akkor az elég ilyen gagyinak tűnik, szóval próbáljuk meg kiiktatni, csak szerettem volna ismertetni, hogy bizony, hogyha ezt halljátok nagyon sokszor, akkor ne keressetek rá semmilyen magyarázatot, csak egy szimpla filler, egy töltelékszó. Egy másik nagyon gyakori szó, amelyet lehet hallani hétköznapi amerikai beszédben, ez az awesome. Na most nem tudom erre megint pontosan a magyar fordítást, mert ugye a magyar szleng is mindig változik, de ez jelenti azt, hogy tök jó, szuper, azt hiszem otthon még úgy is szokták mondani, hogy király, de awesome. Itt mindenképpen nagyon sokat használják gyerekek is, felnőttek is. Még ugyanez a cool, szerintem az önmagáért beszél, otthon is szoktuk mondani, hogy a cool. Aztán van még a nice, hogyha valamire azt mondjuk, hogy that's nice, megint csak azt jelenti, hogy jó, tök jó. És van még a sweet, amelyet mi nyilván úgy tudunk, vagy úgy ismerünk, hogy a sweet az édes, vagy édesség, de hogyha valaki mond neked valamit, és azt mondod, hogy that's sweet, hogy ez nagyon jó, szuper, vagy csak szimplán rámondod a szituációra, vagy akármire, hogy sweet, király, szuper, szóval ezt is lehet, hogy már hallottátok valahol. Most pedig szeretnék megmutatni néhány dolgot a get igével. Hogyha te már haladó nyelvtanul vagy, akkor érdemes időt szánni arra a nyelvtani fejezetre, hogy phrasal verbs, mert akkor egy csomó kifejezést meg fogsz tanulni ezekkel az alapigékkel, mint a get, a take, a put, a make, a do, ilyesmi, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok különböző kifejezésben lehet használni, és mindig valami mást akarnak jelenteni. Amit most én szeretnék mutatni, hogyha valaki azt mondja, hogy did you get it, ez azt jelenti, hogy értetted? Na, itt jön a képbe az, hogy ezt itt nem fogod úgy hallani, hogy did you understand it, nekik ez az understand ebben az esetben annyira ilyen erőltetettnek hangzik, hanem hogyha mondtál valakinek valamit, akkor csak megkérdezed, did you get it, és hogyha erre válaszolni szeretnél, akkor azt mondod, hogy aha, I got it, hogy értem, I understand, de megint csak ismétlem magam, nem fogod úgy hallani, hogy valaki azt mondja, hogy yes, I understand it, hanem csak annyit mondanak, hogy yeah, I got it. És akkor, ha pedig azt mondod, hogy you got it, ez azt jelenti, hogy meg fogod tudni csinálni, sikerülni fog. Tehát, hogyha mondjuk ott van melletted a barátnőd, aki épp arra készül, hogy lenyomjon 10 fekvőtámaszt, akkor ránézel, és azt mondod, hogy come on, you got it, hogy ezt meg tudod csinálni, sikerülni fog. Nyilvánvalóan még millióféle más van a gettel, csak szerettem volna egy-kettőt mutatni ebben a videóban. Menjünk tovább, és nézzünk meg pár lehetőséget arra, hogyha szeretnénk kifejezni azt, hogy minden rendben, minden oké, nem történt semmi. Erre a legalapabb talán, hogyha azt mondják, hogy that's okay, ami azt jelenti, hogy minden oké, minden rendben, és ugyanezt jelenti a that's fine, ezt is szokták használni. Nagyon gyakori még az it's all good, szintén azt jelenti, minden oké, okay, minden rendben, it's all good. És ami még rendkívül gyakori, ez a no worries. Ugye mi a don't worry-t azt talán ismerjük, ugye ez egy felszólító módnak a tagadó alakja, hogy ne aggódj, don't worry. De ha te úgy hallod, hogy no worries, akkor csak azt jelenti, hogy valaki azt mondja neked, hogy that's okay, no worries, nem történt semmi, minden rendben. És az utolsó dolog, amelyet ebben a videóban szeretnék megemlíteni, az valamiért nekem nagyon vicces, nem tudom, hogy miért, de akkor is vicces, ez pedig az, hogy a super szót, jelzőt szeretik más melléknevek elé rakni, azért, hogy kifejezzék azt, hogy valami nagyon valamilyen. Tehát nem úgy mondják, hogy something is very important, vagy very easy, vagy very difficult, very hard, hanem, hogy super important, super easy, super difficult, super hard. És amikor itt latinamerikaiakat hallok beszélni, akkor szoktam ezt hallani spanyolul is, hogy super fácil, meg super importante. És nem tudom, hogy kitől vette át, tehát hogy most kitanulta ezt el, vagy hol volt először, de valamiért nekem ez nagyon vicces, és annyit szerettem volna csak kihozni ebből, hogy nagyon-nagyon gyakran használják is. Hogyha te úgy hallasz valamit, hogy my exam was super easy, nagyon könnyű volt, akkor ez legalább olyan gyakori, mint hogyha azt mondják, hogy my exam was very easy. Sőt, talán ezt a supert még többször is használják,
főleg ami a hétköznapi amerikai beszédet illeti. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tudtam egy kicsit segíteni, valami újdonságot mutatni, vagy hogyha ezeket még nem ismerted, akkor ezután, majd hogyha meghalod őket egy ilyen amerikai filmben, sorozatban, tévéshowban, akkor hát ha emlékszel, hogy igen, ezt a videóban láttam. Hogyha tetszett, akkor egy lájkkal tudod megköszönni, ha pedig érdekelnek a 60 perces Skype óráim, akkor a leírásban található linkre kattints, ott minden infót meg fogsz találni, minden kérdésedre remélem, hogy választ tudtam adni azon a honlapon, és találkozunk a legközelebbi videóban is. Ne felejts el feliratkozni, és megnyomni ezt a csengettyű gombot, mert akkor értesítést fogsz kapni az új videókról, de addig is nagyon jó gyakorlást, tanulást és kitartást kívánok az angol tanuláshoz, és találkozunk a legközelebbi videóban még egyszer. Vigyázz magadra, szia!